úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Nincs többé független zöld hatóság. A kormány döntése nyomán a Pest megyei kormányhivatalba olvad az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség. Ezzel 30 évet ugrunk vissza az időben, és ugyanott tartunk, mint a pártállam idején. A különbség csak annyi, hogy Kádárék dekadens, imperialista csökevénynek tekintették a környezetvédelmet, önök pedig egy balos elhajlásnak. De lényegét tekintve ugyanúgy nem hajlandók megérteni, mint kommunista elődeik. A dúlás, amit az Orbán kormány ezen a területen véghez vitt, egész Európában példátlan. Nincs már környezetvédelmi minisztérium. A területi zöldhatóságokat felszámolták. Megszűnt a zöld ombudsmani hivatal. Most pedig a környezet és természetvédelmi hatósági munka szakmai felügyeletért és irányításáért felelős országos főhatóság is a kormányzati adminisztráció részévé válik. Szoros politikai felügyelettel természetesen. Ez főleg azért baj, mert az önök kormányzása alatt a környezetet leginkább a kormánytól kellene megvédeni. Attól a pusztítástól, amely különféle kormányzati beruházások, faírtások, stadionépítések, köztér és folyópart betonozások nyomán szakadt az országra, és amellyel szemben a kézivezérelt bábhatóság láthatóan képtelen fellépni. A környezetvédelmi hatóság intézményi garanciájának ilyen fokú meggyöngítése ellentétes az egészséghez, környezethez való jogot biztosító alkotmánnyal, az alkotmánybíróság vonatkozó határozataival és a kötelezettségekkel, amelyeket a zöld intézményrendszer megerősítése tárgyában az uniós csatlakozáskor vállaltunk. Mindezen túl azonban elsősorban a magyar emberek érdekeivel mennek szembe. Kérem válaszoljon, milyen közérdek fűződik a zöld hatóság legyengítéséhez és átpolitizálásához, és nyilatkozzon kérem róla, az egészséges környezet fontosabb, vagy az, hogy a Fidesz országromboló tevékenysége kevesebb hatósági akadályban ütközön. Várom válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Vénémer Zsolt államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr. Környezet védelemért aggódó szavait köszönöm. Az ön által kifogásolt hatósági struktúra átalakítása az nem a környezetvédelmi hatóságokra irányult. A megyei kormányhivatalokba integrált mintegy 30 kormányzati szakigazgatási szerv közül csupán egy volt a környezet és természetvédelmi hatóság. A kormányhivatali integráció valóban tovább folytatódik, a környezetvédelmi főfelügyelőség a Pest megyei kormányhivatal szervezetével működik januártól, de az, hogy Tarnai Rihárd és hivatala nem rendelkezik környezetvédelmi tapasztalattal, tényszerűen nem igaz. Közel 2 éve működik a hivatalában a környezetvédelmi főosztály, melynek szakmai felügyeletét mi magunk látjuk el. Az, hogy a környezetvédelemért felelős tárca a Földművelési Minisztérium, remélem nem most tűnt fel képviselő úrnak, szó sincs arról ugyanis, hogy Európában példa nélküli lenne a környezetvédelmi tárca integrálása más ágazattal. Ön is tudja, hogy jelentős környezetvédelmi múlttal rendelkező országok is végrehajtottak hasonló összevonást. A környezetvédelmi tárca portfóliájában megtalálható például Ausztriában a mezőgazdaság, erdészet, vízügy, zöld technológia, Németországban az építésügy, nukleáris ügyek, Svédországban az energia, Hollandiában az infrastruktúra, Dániában az élelmiszer gazdaság. Egyébként a környezetügyi államtitkárságot 2014-től a génmegőrzés is gazdagítja, tehát az előző ciklushoz képest ez előbbre lépés. De nem hiszem, hogy a környezet és természetvédelem ügyének mellőzőségét jelzi az a 500 milliárdnyi többletforrás, amelyet felhasználhatunk erre a célra az elmúlt 7 éves Európai Uniós ciklushoz képest. Képviselő úr, úgy vélem, hogy nem a struktúra határozza meg a munkavégzés minőségét. Ön egy bürokratikus struktúrában hisz, ez az ön dolga, a kormány célja pedig, hogy az emberekhez vigye közel a közigazgatást, most ezt tesszük. Köszönöm a figyelmet.